A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! Elkészült Burján Zsigmond legújabb történelmi játékfilmje, a Szétszakítva. Erről fogunk a mai adásban beszélgetni. Vendégeink pedig Szamosi Marian rendező, asszisztens és Burján Zsigmond rendező. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket, kezdi csókolom. Csak még egyszer előre, ez volt az első rész tulajdonképpen ennek a történelmi játékfilmnek, és a Szétszakítva, a második Szétszakítva. Azt gondolom, hogy ez a Trianon körüli időszak lehet, amit felölel. Nagyon fehérvári ez a film. Mi volt a cél annak idején ezzel a filmmel? Először Zsigmondot kérdezem. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy igazság szerint az első film az azért fehérvári, mert a 17-es honvéd gyalog ezred volt a városnak az ezrede. Mind a mai napig ott van az oroszlános szobor, ami a Zicsi-ligetben van, a 17-esek parkjában, ami az első Magyarországon felállított első világháborús emlékmű volt. Ez a második film pedig arról szól, hogy és mi lett azután. És azért Szétszakítva a címe, mert ahogy az olasz becsapodó gránátok szétszakították az embereknek az életét, az embereknek a testét, az emberek közötti kapcsolatot, lásd, férj és feleség, úgy ez eljutottunk odáig, Trianonig, hogy szétszakadt az egész ország. Tehát az egyéni drámákból eljutottunk egy országot jelentő, az országnak fájó drámáig. Azokon az embereken keresztül, akik túlélték ugye az első világégést, az első világháborút. Az oroszlános emlékmű a Szétszakítva című filmben is különös jelentőséggel bír. Miért? Hát ez egy visszatérő motívum. Tulajdonképpen az első Csak még egyszer előre film az központi szerepet kapott benne az oroszlános szobor, mert akkor volt a felavatása, és ezt a filmben is megjelenítettük, és ez egy visszautaló motívum az első filmre is, illetve a világháború hősi halottaira is. Megállja a helyét egy filmként, egy történetként a Szétszakítva is, annak is, aki nem látta az elsőt, a Csak még teljes egészében. Előtt. Teljes egészében. Vannak visszautalások, amit nyilván ért az, aki látta az elsőt, de nem kell látni az elsőt ahhoz, hogy értelmet nyerjen a második. Tehát teljesen állóan. A másodikat viszont kell látni, mert tragikus, drámai, nagyon érzelmes filmről van szó, és akár a saját szüleinkről is szólhatnának ezek a történetek, pedig csak egy történetet ismerhetünk meg, illetve néhányat. Igen, mi folyamatosan, én azt tudom mondani, hogy mi kérdeztük a múltat, és a múlt az egy idő után elkezdett válaszolni, és borzasztó mély érzelmeket ábrázoltunk ebben a filmben. Azokat az érzelmeket, amiket nekem, nagyszüleim, valakinek aztán a dédszülei, valakinek az ükszülei, meg még ő is sorolhatnám, átéltek, és meg átéreztek, és ezek az érzelmek borzasztó mélyek, és borzasztó tiszták lettek, amiket ábrázoltunk. Tehát az, hogy tragikus, igen, sajnos az, mint az egész országnak a berendezkedése, az élete. Ugye Mohács óta végig tragikust, ezt is lehet mondani nyugodtan, de azért a 20. század az borzasztó nagy tragédiákkal indult. Nagyon érdekes a filmben, hogy azért történelmi emlékekre és forrásokra hivatkozik, használ fel. Ilyen például a jelenet a polgármesteri hivatalban például az egyik, annak a története nagyon izgalmas, és csak egy most előkerült példányról van szó. Mi ez pontosan?
Igen, Bödő István, a városi, illetve a megyei levéltárnak az igazgatójával beszélgettem, hogy kérde nekem olyan, hogy mit műveltek itt a vörös katonák, és akkor ő mondta, hogy van egy olyan bírósági jegyzőkönyv, amit föl tudunk használni a forgatókönyvben, és ez egy valós megtörtént dolog volt, amikor kivégzik az első világháborút végigélt katonát, a vörös katonák. És akkor ugye erre a városban menekül haza a filmnek a főhőse. Hát ez egy nonsense. Hát hova jön? Hát nem tud máshová menni. Ide jön. Egy levél? Levél? Levél a román csapatok kapták Károly gróftól, ha jól mondom, jól mondom? Igen. Az egy való, az is egy valós megtörtént dolog volt, hiszen a Fehérvárt megszállják a román városi csapatok, mint ahogy nagyon sok magyar várost megszállnak, és a Károly gróf Alispán ír egy levelet a várost megszálló román, királyi román csapatok parancsnokának, hogy hát nagy szívesen fogadták a vörös hadsereg után a románokat, hogy éppen most már legyen valami rend, de nem az lett belőle. És ezt úgy gondoltuk, hogy ezt románul kell elmondani, ezt az egész jelenetet, és magyarra visszafeliratoztuk a román szöveget, és ezért lett annyira kemény, és a román tiszt és a szolgája, hogy a városparancsnok, akit a Krisár Kamil személyesít meg, a szolgáját Fehérvári Péter, ők már civilben vannak, tehát azokban a ruhákban, amiket elvettek a város férfi lakosságától. Mert borzasztó nagy, hát igenis ki lehet mondani, zabrálás történt. Rekvilárás, lefoglalás, zabrálás, de minden szinten. Elképesztő az a jelenet tényleg, hogy a polgármester úr irodájában történik mindez, és hogy tényleg ott korabeli ruhákban, és még a között is fintorogva válogat a parancsnok. Igen, igen. Ezt így a filmből visszanézve ez egy nagyon komoly jelenet, de azért beugranak az embernek a forgatás emlékei, és hát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ironikus volt az az egész forgatás számomra, hogy nagyon jól éreztük magunkat, de egyébként egy nagyon-nagyon komoly jelenetet vettünk fel akkor. A jelmezeket egyébként ugye a Vörös Marti Színház biztosította számunkra, és minden forgatás előtt én mentem jelmezraktárba eltölteni egy jó pár órát, vagy akár napot, hogy minden jelenethez meglegyenek a jelmezeink. Hát ehhez jó sokat kellett fölcipelni, segítettek aztán az operatőrök nekem fölvinni a polgármester irodájába. Úgyhogy egy nagyon, nagyon nagy szabású forgatás volt az a jelenet. Mind a mellett egyébként meg nem is egy hosszú pár percről van tulajdonképpen csak szó. De azt hiszem, hogy ez egy egyik kulcs momentuma volt ez ennek a filmnek. Ez így van. Sok segítséget is kaptunk. A Fehérvári Péter egyébként erdélyi származású, és ő segített nekünk a román szövegnek a fordításában, meg a Kamilnak a megtanulása, hogy meg tudja tanulni a Kamil, abban a Péter neki nagyon-nagyon sokat segített kiejtésben, akkori tájszólásban, hogy hogyan beszéltek az emberek, és azt gondolom, hogy a Kamil ezt nagyon-nagyon ügyesen abszolválta, ezt a rászabott feladatot. A film története nagyon székesfehérvári. Mennyire volt cél az, hogy a szereplőgárda és a színészek és a művészek is székesfehérváriak legyenek? Ez én számomra nem cél volt, hanem lehetőség. Ugye három főszereplő van, az egyik a Tűzkő Sándor, aki Sipos Gyulát személyesíti meg, a másik Balogh Mihály, aki az első filmben is szerepel, és az új párja lesz az első filmben szereplő katonatársának a felesége, a harmadik, a női főszereplő pedig Szigeti Anna. Balogh Mihály és Szigeti Anna fehérvári, Tőzkő Sándor régen itt játszott a Fehérvári Színházban, a Kamil szintén a Fehérvári Színházban játszott, a Fehérvári Péter úgy szintén.
De ez inkább egy olyan lehetőség volt, hogy akkor fehérváriakkal dolgozom együtt, plusz hát azért, akik már az első filmben letették a névjegyüket, hogy a nyerő csapaton nem szabad változtatni, azok ugyanúgy jöttek velünk, és meneteltünk együtt tovább. Én ezt tudom mondani, nem direkt szóval én nekem, mint rendezőnek, forgatókönyvnek, nem forgatókönyvírónak, nem az volt a cél, hogy na most akkor fehérvári színészeket nézzünk. Nagyon sok színész kiválasztásával egyébként pontosan az itt élő kolléganőm, a Mariannak volt nagyon nagy segítsége. Akkor nem kellett messzire menni a jó szakemberekért, hiszen itt voltak helyben. Így van. Nagyon sok helyben volt, viszont volt egy-két jelenet, ahova statisztákat kerestünk, és hát alapvetően ma az sem annyira nagyon nehéz feladat, viszont nagyon résen kell lenni, mert nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. Egy Facebook posztot, hirdetést adtam föl, statisztát keresünk, SOS-be, egy hét, itt, meg ott, amott. Megadtam a pontos helyet, időt, nagyjából időtartamot, és hát jöttek az üzenetek, vagy 50 fél óra alatt. Az igen. és akkor azt úgy végigpörgetni. Hát én nyilván azokat mutattam csak meg a Zsigának, akik már szóba jöhettek, hogy rendben van, meg tudja vállalni, és a mi elképzeléseinknek megfelelő is. Úgyhogy a Zsigának már csak benyújtottam egy listát, hogy akkor tízes listából választhatunk egy párat, akik nekünk kellenek. Úgyhogy sok-sok ilyen eset volt. Melyik volt mondjuk számodra a legemlékezetesebb forgatás, a legemlékezetesebb jelenet? Mi történt ott és miért? Ezt pont az elmúlt napokban gondoltam végig, hogy egy ilyen kérdésre mit válaszoljak. És van benne egy nagyon-nagyon személyes kötődésem, amikor fönt voltunk a Vasút Történeti Múzeumban, ott forgattunk egy jelenetet, és oda elkísért a férjem, ugyanis akkor én már 9 hónapos terhes voltam, és úgy voltunk vele, hogy hát azért most már kísérjen el ő is. Nagyon-nagyon sok jelmezt kellett oda is vinnünk. Sok szereplős volt, gyerekek is, felnőttek is. De akkor már nem cipekedtél? Nem, pont azért jött el a férjem első körben. De egyébként az autónak a hátuljában ott volt már minden kórházi csomag bepakolva, hogyha a forgatásról menni kell, akkor menni kell. És nekem az egy nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt. Nagyon szép időt fogtunk ki, mert esélyes volt, hogy nem lesz annyira, és kinti jelenet, és akkor úgy mindig izgul az ember, hogy legyen az időjárás is velünk, és velünk volt maximálisan, és nekem az egy nagyon-nagyon jó élmény volt, az a forgatás. Zsiga, neked? Mert te végigrohantad az egészet, és végigpörögtél, nem? Én nekem végig kellett, így van, végig oda kellett figyelnem, de így vissza, mert én is elgondolkodtam ezzel, hogyha fölteszed a kérdést, akkor mit válaszolok. Én nekem az a jelenet fogott meg nagyon, ahol a Levin fiúk szedik össze az embereket egy kis településről, bármi. Lehet ez a település, akár Fehérvárnak a külső része, nem hangzik el a filmben, hogy hol van. És a két Lenin fiút játszó színész is mind a kettő fehérvári, és elképesztő, hogy mi lett a jelenetből. Tehát fölvenni az olyan volt, hogy fölvettük, meg a Balogh Mihály Tűzkő beszédét, és akkor néztem az órát, hogy gyerekek, ez hosszú, rövidebbre, gyorsabban, rövidebbre. Helyszínre meghúztuk a forgatókönyvet és a dramaturgiát is, mert ugye akkor menekül már a Balogh Mihály. De valahogy ez az egész, amikor összeállt a vágóasztalon, Terdák Ferenc volt, aki vágta, Romhányi Ádám és Kersák József volt két operatőr, akik zseniálisak a felvételek, tényleg. Nagyon-nagyon. Kár, hogy még nem látják a kedves nézők. Igen, majd lesz rá lehetőség, bízom benne. Nagyon megnőttek a feladathoz, de nekem ez a Lenin fiús, ez nekem nagyon szívbe markoló lett. Az nagyon hatásos volt, de én pont akkor voltam kint forgatni, amikor ezt a jelenetet vettétek fel, és nekem
tényleg, tehát 6-szor, 8-szor biztos felvettétek, de minden egyes alkalommal annyira hatásos volt, ahogy kiabáltak a fiúk, de nem is igazi kiabálás volt, hanem úgy fú, tényleg nagyon hatásos volt. Mi volt a tapasztalat egyébként? Mit mondtak a színészek? Nem biztos, hogy beszéltek nektek erről, de hogy azért annyira nyomasztó az egész film hangulata, hogy ez mennyire ült rájuk, mennyire tud egy ilyen forgatás jó hangulatban zajlani, amikor ilyen sokat kell adni a lélekből. Maga a forgatás szerintem nagyon jó hangulatban tud telni. Inkább én azt vettem észre, illetve a visszajelzések alapján, hogy inkább utána. Tehát amikor megtörténik a forgatás, ugye ott nagyon sokan vagyunk, sok a leállás, megy a poénkodás, megy a beszélgetés, hogy utána, amikor az ember hazamegy, és végig gondolja, hogy akkor most mi is történt a mai nap, akkor azért rá tud ülni az emberre ez az egész téma, és elég nehéz a téma. És beszélgettem több színésszel is, akik jelezték, hogy eltelt egy pár nap, egy pár hét, mire úgy le tudták ezt egy kicsit venni a vállukról. Ti már láttátok a filmet, ez biztos. Igen. Hiányérzet van-e? Vagy most már akkor szombaton lesz a bemutató, az biztos, mégpedig a Szárazréti Közösségi Házban. Szombaton hányadika lesz? Tizedike. Tizedike, tehát szeptember 10-e, 19:30, ekkor lesz a Szétszakítva című film bemutatója a Szárazréti Közösségi Házban. Hogyha tehetik, akkor menjenek el, nézzék meg. Szóval, kész vagyunk teljesen, nyugalomban is, hátradőlés? Még nem. Nem? Még mindig nem? Még utolsó nem. Pillanatig? Még a díszbemutatót én végigvárom. Meg még utána is azért. Számomra is nehéz elengedni, hát nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta. Mennyi ideig tartott nagyon, a forgatás? Nagyon elhúzódott. Egyébként egy 12-13 forgatási napunk volt összesen, de 3 év. Tehát ebből jó, majdnem másfél évet le kellett állnunk a Covid miatt. Volt is pont a vörös katonás jelenet, ami teljes egészében le volt szervezve, statisztákkal, akkor jóval nagyobb volumenűt gondoltunk, és Covid miatt le kellett mondani egy héttel előtte. És aztán ez eltolódott 3 évvel később, és újra neki kellett ülni, újra meg kellett szervezni, újra le kellett beszélni, de már megváltozott a polgármester személye, már nagyon sok minden más volt, hogy voltak benne nehézségek, és utána, amikor a Covid után el lehetett kezdeni újra, akkor meg az volt benne nagyon nehéz, hogy a csapatot összehozni egy dátumra, egy időpontra, mert ugye akkor mindenkinek elkezdődött újra az élet, elkezdődtek a színházak, a munka, a munkába járás, nem csak home office, és hát mindenki meg lett rohamozva. És hát én is az egyik rohamba voltam, hogy akkor folytassuk. Úgyhogy voltak forgatások, ami 3 hónap alatt sikerült csak összeszervezni egy időpontot. Mit éreztél, amikor először láttad egyben a filmet? Az az igazság, hogy még nem tudtam megnézni úgy, ahogy ezt a filmet meg kell nézni. Amikor a Zsigáék átküldték, akkor feladatom volt, hogy nézzek minden apró részletet, vegyek észre minden olyat, amit észre kell venni, és javítani kell, úgyhogy majd talán a díszbe mutatom, vagy majd utána meg tudom úgy nézni, ahogy egy filmet nézni kell. És igen, nálad? Hogy zajlott ez? Hát ugye én folyamatosan végig ott ültem a Ternák Feri mellett a vágószobában, szinte végig. Elülhetett neked ott mellette, csak így szólt. Igen. Voltak olyan jelenetek, amire azt gondoltam, amikor elkészült, összeraktuk, utána még persze még volt vele munka, de azt gondoltam, hogy ezt nem is gondoltam, hogy ez így ilyen erővel fog hatni. És azt mondom, hogy rendezőként az ember megálmodik valamit, de aztán jönnek a színészek, akik hozzáteszik, ami a belsőjükben van. Aztán jön a két operatőr, aki megint hozzáteszi azt, ami a legbelül van. És az összes kollega, aki a rendező, asszisztensatőre, őről nem is beszélek, mindenki hozzá tudott tenni valami olyan plusz dolgot, hogy amikor kész lett az adott jelenet, akkor az ember csak így nézte, hogy te úristen, hát ebben ennyi minden benne volt.
Mert ott nem biztos, hogy a felvételen ez így előjön. A felvételen az jön elő, hogy az álom az megvolt az ember fejébe, az le is volt írva, hogy olyan nagyon ne térjünk el, mert ha eltérünk, akkor szólok, akkor újra kell venni, máshogy beállítani. De itt az eltérés az olyan szinten volt, hogy nem eltértünk tőle, nem elmozdultunk tőle, hanem hozzáadtak. És az volt elképesztő, csodálatos. Mm. És én azt gondolom, hogy a rendezői munkájáról kell, hogy szólni. Legalább kell, hogy szóljon. Legalábbis én szerintem ez így van. Akkor ez a csapat egy igazi alkotóközösség volt. Ez így is van. Azt gondolom, hogy igen. És össze is szoktunk. Tehát nagyjából a stábnak a 90%-a ugyanaz volt, mint az első filmben, és egy egész jó összeszokott csapat lett belőlünk már. Mindenki ismert a másik apró kis jelzését, rezgését. Ez nagyon színészek fontos. Is egymás között. Azért más, hogyha egy vadidegennel kell eljátszani egy bizonyos jelenetet, vagy más az, mint akit már ismersz, és tudtok együttműködni. És a végén Orsi, még azért arról mesélj nekünk egy kicsit, Léci. Családban maradjunk. Hát az unokáim is a családból jöttek, akik a Vangónváros jelenetben a gyerekeket játszották. A nagyobbik lányom, ő volt a zenei szerkesztő. Hozzáteszem, sok munká nem volt, de azért volt, mert sok zene nem volt a filmben, mert nem kellett. Úgy éreztük, hogy ez nem kell hozzátenni zenét, na de a végén az Orsi adja meg, amikor a legutolsó jelenet van, ő énekli el, hát ő egy csodálatos népdalt énekel el. Hát igen, szóval nagyon, nagyon szívbe markoló. Ez az egész haz. Tehát üzenet a múltból a jelennek, hogy mind mentek keresztül a mi őseink, a felmenőink, és hogy próbáljunk meg tanulni belőle, vagy legalább más, nem legalább valami érzelmi töltést meríteni tőlük, mert van, azt gondolom, hogy van miből. Ez bátran mondhatom. Nagyon szépen köszönöm, ezek után én már nem szólalok, mert ez volt azt hiszem a végszó, és gratulálok a filmhez sok szeretettel. Hogyha kedves nézőink is kíváncsiak rá, akkor szombaton látogassanak el. 7:30 kezdődik a Szétszakítva című film vetítése a Szárazréti Közösségi Házban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.